Yo, Repszöveg, yo, yo, yeah, 24, yeah, yeah, Big Mac, Big Mac, Big Mac, Oven vagyok, nagy a hasam, de kit érdekel, hogyha emellett én nagy vagyok, nem tudok repelni, de megpróbálom, 24-et így indítom, legjobb barátom, a Tutitea, attól még nem megy hasam, hát ez nagyon rossz, gyerekek, mindjárt jövök pillanat. Yeah. Répa kalács képű. Yeah. Jó vagyok, mint az Azariában. Csak az autótón hiányzik amúgy a hangomból. Én rájöttem. Várjál, megpróbálok autótón én repelleni. Nem megy. Mi az a Shakes and Fidgets és mitől olyan különleges? A Shakes and Fidgets egy vidám fantasy akciódíjnyertes szerepjáték. Őrülten hangzik, igaz? Hisz több mint 50 millió játékos teszi igazán különlegessé, híressé és szórakoztatóvá ezt a játékot. Hozd létre a saját képernyőhősödet és hódítsd meg a becsületcsarnok tetejét. De nem ilyen egyszerű a feladat, ugyanis szerte a világban játékosok állnak közted és a győzelem között a PvP arénában. Le tudod győzni őket? A haverokkal között szétalapítva sokkal erősebbé válhatsz, nem beszélve a rengeteg értékes zsákmányról, ami a tiétek lehet, ha persze jó csapatot alkottok. Állalj küldetéseket! Végezz izgalmas kalandokat! Lépj szinteket! Gyűjts aranyat! Szerezz becsületet! Válj legendává! A játék tartalmaz magyar nyelvet, így nem kell aggódnod, hogy nem fogod érteni bizonyos részeit, ha esetleg elakadsz valamelyik küldetésedben. Töltsd le a telefonodra, vagy játszd a számítógépeden bárhol a Shakes and Fidgets játékot, ugyanis teljesen ingyen hozzáférhetsz, amikor csak kedved szottyan. Használd a videó leírásában található linkeket, vegyél fel barátnak, játszunk együtt, hódítsuk meg a becsületcsarnok tetejét. Shakes and Fidgets, legyél te a legenda! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok mindenkinek! Élőben vagyunk... Jézusom, mi ez a... Hallod, mi ez? Yeah! Nem volt hangja amúgy, fogadjunk, nem volt hang. Nem volt eddig hang. Hallod? Tényleg nem volt hangja eddig semminek? Hallod? Zene nélkül rappeltem? Azt akarod mondani, chat? Ne, kérlek, kérlek... Úristen, Péter, mi a fal? Bro! Elnézést, pedig hallod, szólt valami rapzen és... Na jó, figyelj, elmondom, hogy mi történt, jó? Elmondom, hogy mi történt. Elmondom, hogy mi volt a probléma. Ugye, amit látod, megint egy új füles van a fejemen, mert majd mindjárt elmesélem. és hát elfelejtettem az OBS-be beállítani a hangot, hogy a, ne a régi fülesről vegye a háttérhangokat, hanem erről. És már szépen... basszus. Na hallod, ez így nagyon ki... meg kell mondani, hallod? Hány éve videózok? 10? Ezt engedjük el szerintem. Ezt el kell engedni, mert... Ez nem, ez... Egyed... Figyelj, én azt hiszem, hogy így szerintem így jó lesz. Így még egyedibb ez az élőadás, ez a kezdet, ugye? Engedd el, hagyja. Na, de hogy miért van új fülesem?
Nem azért, mert füles fóbiám van, és akkor váltogatni akarom a füleseket, hogy dobáljam rá a pénzt, hanem azért, mert ugye volt nekem egy fehér JBL fülesem, ami egyébként nagy az interneten, nagyon durván szét lett amúgy így reklámozva, hogy olyan jó, tudom én, a JBL jó hangszórót is vesz, meg mi, vagy hangszórót is csinál, hát akkor nyilván akkor jó gamer fülest is. Nem. Nem, én még ilyet nem láttam, hallod? Az a, az a füles, amit, amiket csinált, hallod? Volt olyan, hogy bizonyos, bizonyos programokban vagy játékokban egyszerűen nem volt hang. Ő úgy döntött, hogy nincs. Nem tudom miért, nem volt hang. Ezt úgy képzeld el, hogy a YouTube-on néztem valami videót, ott volt hangja, elindítottam a vágószerkesztő programot, nincs hang. YouTube-on van, ott nincs. És úgy meguntam, és úgy voltam vele, hogy akkor én veszek egy másikat. Hát most remélem, ez eddig egy álomfüles, és ez nem szponzor, ezt én úgy voltam vele, hogy én ezt nem bírom tovább, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől az ilyen kezdetért. Ez az első élőadásom, hogy 2024-ben. Ja, tényleg. Na, hát így, figyelj, én Péter vagyok, én ennél már jobban, figyelj, 2024-et így indítani szerintem legendás volt. Aranyosak vagytok, hogy itt vagytok, srácok, mindjárt elmondom, hogy mit lehet látni a mai élőadásban. Addig a szokásos Shake and Fidget-szel elkezdek játszani. Ugye ez egy szponzoráció a csatornámon, már több mint egy, szerintem egy éve már fut ez a szponzoráció a csatornámon. Egy hónapban ugye 2 1-órás Shake and Fidget live szokott lenni, úgyhogy most ezt megcsinálom, úgyhogy utána pedig egy, hát, rátérek, hogy milyen játékkal fogok játszani, nem biztos, hogy sokan örülni fognak neki, valószínűleg a fiatalkorú korosztály nem fogja szeretni, úgyhogy majd mindjárt elmondom a kötelezőt, csak előtte szerintem én elfogadok egy küldetést, hogy azért, majd most amúgy hírt akartam mondani, event is van amúgy a játékban, nézem milyen szép fehér. Esik a hó, érted, meg minden. Úgyhogy jó. Hey, yes, úgyhogy elindítok egy live-ot, live-ot és hát szeretném kedves rajongói támogatás fült megnyitni, és akkor köszönteni, aki eddig is itt van. Egyébként mindenkit köszöntök sok szeretettel, az én nevem Pegy, ha esetleg nem ismerné. Jó a sapkám, tetszik? Hát igazából Ráhelnek vettem, de... Szia Ráhelke! Szervusz Ráhelke! Na, K-vonat, köszönöm szépen a kokonosi tagságot, a Last Danger-nek köszönöm szépen az 5 hónapos tagságot. Szia Peti, hogy vagy? Hát figyelj, meg vagyok. 20-20, alatt tavaly óta nem találkoztam veletek, eltolom ezeket a boomer vicceket, tavaly óta nem láttuk egymást, sziasztok. Hajnal 94, köszönöm szépen a 2 hónapos tagságot és Wolfgirlnek a 4 hónapot, Márai Bordinak köszönöm a 2 hónapot, Evelyn Patnak a 7-est, Mademoiselle, köszönöm szépen. Tony, köszönöm szépen a 200 forintot, Victoria Dia... Nem tudom, még mindig, Viki, nem tudom ki van a neved, arra, nem fog menni, ez nem fog menni, Victoria... A Resident Evilből köszönöm szépen a 4 hónapos tagságot. Arikatol kare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 k
évét, Krisztián. Egy éve vagy csatorna tag. Magád, man, magád. Nagyon szépen köszönöm. Szia, jó játékot, Pegy, boldog új évet kívánok. Én is nektek. Új évi fogadalom volt? Írd le a chatbe. Nekem 2 is, sőt 3 is. Timó. 13 hónapos tagságával megérkezett. My man, Timó. My brother. Hi, man. Köszönöm szépen Schwarzenegger Mercedesnek is. Ja, nem Schwarzenegger a neve, hanem mi a neve? Bocsánat. Mi a... Schwarz... Nem baj, Schwarzenegger Mercedes leszel. Nagyon szépen köszönöm a 6 hónapos tagságot, és köszönöm szépen Gacha Donátnak. Gacha Donát. Ezek a nevek, imádom a neveteket. Gacha Donát. Köszönöm szépen a 4 hónapos tagságot, és Hanako Kunnak pedig a 9 hónapot. Nagyon szépen köszönöm, Hanako, hogy itt vagy. Hanako. Halakókun, köszönöm szépen neked is, hogy már 9 hónap itt vagy, és a Crystal Moon egy hónapja. Kedves Crystal, nagyon szépen köszönöm neked is, hogy itt vagy, és itt vagy. És köszönöm szépen csa-csa-csa. Nem tudok csa-csa-csázni. Nem vagyok jó táncos, de köszönöm szépen az 5 hónapos Kokolosi Tier 2-t. Köszönöm szépen. Na, skacok,
Ebben általában ilyenkor beszélgetni szoktam, meg fejlődgetni, meg ilyenek, meg bemutatni a Shake and Fidget, de szerintem már úgy is ismeritek, mert ez egy eléggé populáris játék. A mai előadás Shake and Fidget után, ami kb. Egy fél óra múlva kezdődik, addig meg beszélgetünk, meg chaten, meg neveket olvasok, meg szóval veletek foglalkozok. Utána egy elég érdekes játékkal fogok játszani, és hát ugye én megkérdeztem tőletek ugye a közösségi fülben, hogy milyen előadást szeretnétek látni majd most így hétvégén, és hát nagyon sokan azt mondták, hogy valami horror már jó lenne, mert már régen volt. Úgyhogy én találtam most egy elég érdekes horror játékot, aminek az a címe, hogy The Guest, és Steamen azt hiszem, vagy 6 euróba került. A visszajelzések alapján egyébként nem rossz, úgyhogy nem tudom, hogy mivel lesz dolgom, de már most szeretnék szólni. És hogyha anyu apu hallja, akkor már most szeretnék jelezni, hogy eléggé, hát horrorjátéka fogok játszani, hogyha félsz a horrortól, nem szereted, mit tudom én, akkor ez az előadás, ez most nem a te előadásod lesz, hidd el nekem. Úgyhogy én már most ezt így elmondtam a kötelezőt, ennek tudatában nézze tovább majd mindenki az előadást. Én szeretem a horrort, ez egy horror tematikájú csatorna, ezt mindenki nagyon jól tudja. Úgyhogy én nekem is hiányzott már egy horror, úgyhogy remélem jó lesz. Még egyszer mondom, hogy én általában a visszajelzéseket szoktam nézni Steamen, ott azt írták, hogy amúgy jó lesz a játék, úgyhogy hát majd meglátjuk, úgyhogy én bontok is egy tuti teát. Köszönjük szépen Jánosik Daddy JG Gergőnek, Rambó Gergőnek, hogy ihatunk tuti teát. Úgyhogy Rambó Daddy, rádiszok, szebusz. Ásírok, erről van szó. El Tamás Hun, nagyon szépen köszönöm 8 napos tagságot. Szia Owen! Megettem a hajamat, sorry, már elég nagy, de nem akarom levágatni, még növeszteni akarom, most azt mondja, hogy kicsit jó hosszú legyen. El Tamás, köszönöm szépen, szia Owen, szerbusz Tamás, mi a helyzet, brother? Mi a helyzet veled, bra? Szeretlek. Markó Rand, köszönöm szépen a 6 hónapos tagságot, Markó Rand, köszönöm szépen, hogy 6 hónapja itt vagy te is, tesó. Adj egy öklöst, köszönöm szépen. És itt van a Capricorn, az a moderátorom, aki élőben így van mindig. Aztán mindig oda megyek hozzá, mi van veled tesó, mondj már valamit. De aztán egyébként meg Discordon, meg így kicsapja a banokat, meg minden. Capricorn egy Hulk Terminátor, egy Hulk démon. Kajak találkoztam már Capricornnál, ugye moderátor találkozom, és ilyen a gyerek amúgy. Hogy én nem veszem. Mondom, mi van veled, gyere már, Hüszény, mit tudom. De amúgy szeretlek, bro. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és köszönjük szépen a tagságot. Anna Konz, köszönöm szépen a 9 hónapos tagságot, kedves Anna. Köszönöm szépen. Köszönöm Anna, köszönöm. Six little nightmare. Köszönöm szépen a 200 forintot. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Adel Szabó, nagyon szépen köszönöm a tagságot. Köszönöm, hogy te is csatlakoztál ehhez a nagyszerű, az internet leggyönyörűbb közösségéhez. Köszönöm szépen mindenkinek. Na, skacok, egy nagyon fontos dolog, egy kicsit próbáljunk meg komolyabban beszélni. Tudjátok, hogy lesznek rendezvények most januárban, egész pontosan 3 rendezvény is lesz, videós találkozó. Egy nagyon fontos dolgot kell nektek most elmondanom, skacok, figyeljetek rám. Hogyha ismertek valakit, aki esetleg jön bármelyik rendezvényre, mondjuk esetleg miattam, annak is kérlek szóljatok, jelezzetek. Én januárban egyik rendezvényen sem tudok részt venni, hiába voltam ott fent a honlapon, hogy menni fogok. Nem leszek egyik rendezvényen se januárban, szóval aki esetleg miattam jött volna a videós találkozóra, azért elnézést szeretnék kérni. De semmi gond, mert ha esetleg ennek ellenére nem akarnátok elmenni a rendezvényre, akkor a jegyet vissza tudjátok váltani. De én úgy gondolom, hogy szerintem a többi videósról azért érdemes találkozni, akik ott lesznek. De ha esetleg tényleg csak miattam jöttél volna el a rendezvényre, és ezután már nem akarsz, akkor a jegyet azt vissza lehet igényelni, vagy át lehet rakni egy másik időpontra. Hát nagyon sajnálom, hogy nem tudok elmenni, ennek több oka is van. Erről most így nem nagyon szeretnék beszélni. Igazából ilyen, hogy mondjam, kicsit személyes, meg nem tudom, egészségi ügy. Úgyhogy nagyon sajnálom esetleg, aki esetleg miattam jött volna ezekre a rendezvényekre. Nem tudom, mikor fogunk találkozni élőben, nem tudom, mikor fogok újra menni videós találkozóra, de majd jelzek, amint fogok menni, jó? Most egy darabig nem biztos. Szóval, ja, de ott lesznek a többiek, és új műsorral készülnek majd nektek.
várnak titeket sok szeretettel, úgyhogy remélem ettől függetlenül szívesen elmentek majd és találkoztok a többiekkel és lepacsisztok velük. Úgyhogy én ezt most is szólni akartam, elnézést kérek mindenkitől, de ne aggódjon, nem megy kárba a jegyára, ha esetleg tényleg miattam jött, de én úgy gondolom, hogy ott nem csak én vagyok a fontos, hanem az egész csapat. Úgyhogy mindenki, aki esetleg most megbántottam, vagy egy kicsit elszomorodott, akkor elnézést kérek, de ez most így alakult sajnos. De igazából semmi gond, majd fogunk találkozni, csak nem tudom mikor. Mostanában nagyon sok rendezvényre mentem, nagyon sok rendezvényen ott voltam veletek, és már egy kicsit besokaltam. Tehát ez a sok utazgatás, meg minden, úgyhogy egy kicsit nekem most pihennem kell, meg más dolgokra is kell koncentrálnom, de megígérem, hogy hamarosan találkozunk. Mármint itt ugyanúgy lesznek videók, meg előadások, csak rendezvényekre nem fogok járni. Remélem, hogy ezt megértitek. És majd talizunk. Nem tudom mikor, de biztosan fogunk találkozni még, úgyhogy ezt mindenképpen, hogyha esetleg ismersz valaki olyat, barátnődet, barátodat, tesódat, mit tudom én, aki miattam jött volna el erre a rendezvényre, kérek szólj neki, jelezd neki, de úgyis kirakom Instagramra is, Facebookra is ki fogok rakni majd erre a kapcsolatban posztot, úgyhogy köszönöm szépen a megértést. És majd elmondom később, hogy mi volt az oka. Köszönöm szépen, kedves Kiflin, köszönöm szépen a 200 forintot, kezdés Kiflin, és köszönöm szépen Owen the Bestnek is. Ez a név, bro. Ez a név. Köszönöm szépen az egy hónapot. És köszönöm szépen Legendary-nek. 11 hónap, Legendary, my man. Nagyon szépen köszönöm, bro. Köszönöm szépen. Szóval, ja, nem tudom mennyire lesz durva ez a horrorjáték, amivel nem sokára játszani fogok. Aki fél tőle, az nagyon szépen kérem, ne nézze. Tényleg ne nézze senki. Senki ne nézze. Milyen az új fülesem? Mi ennek a neve? Várjál, mindjárt megmondom, hogy mi az új fülesem. Hogyha valaki érdekel, természetesen megosztom vele. Az új fülesem neve... Epos. H3 Pro. Vagy H-Pro, vagy csak hát a H3 Pro. Ezt a fülöst vettem meg, és remélem, hogy soha többet nem kell vennem fülöst. De nagyon remélem, mert... Amen! Szóval, hogy esetleg, hogyha rá akarnál keresni, vagy googlizni, akkor meg tudod nézni, hogy ez a fülesem. A másik JBL... Tehát nem akarom bántani a JBL-t, tényleg. De inkább maradjanak a hangszóróknál. Nekem annyira nem vált be az a füles, pedig annyira sok pozitívat olvastam, hogy én még ilyen dolgokat én még nem láttam egy fülesnél, hogy ilyeneket produkál. Ez nagyon kemény volt. Rachel kokonosi tag szinten. A szerelmem. De miért? Életem, majd ezt visszaadom, jó? Live után. Köszönöm szépen, életem. Gyere, adjál már egy puszikát nekem. Miért nem? Ja, eszik, jó. Én kiégtem. Cat of the Moon. Szervusz, anya. Örülök, hogy megszületett a 8. gyermeked. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Egy hét múlva 5,5 éve leszek tag. Azt a mindenit! Most már én is tag vagyok nálad. És várom a Genshin Live-ot. Hallottad, nem csinálod meg a Genshin Live-ot? Hallottad, mit fogok csinálni? Tudod, mit fogok neked csinálni? Nem gyereket, de basszus! Ide figyeljél! Én nyertem a sorsolást a live-odon. Genshin Live-ot akarok látni. Megértetted? Csak mit? Köszönöm szépen a 400 forintot, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy 5 éve tag vagy, hát hallod? Komolyan mondom, hogy neked csináltatni fogok valami díjat, mert amilyen mértékben már régóta tag vagy, egy valami elképesztő. Kornél Balla, nagyon-nagyon szépen köszönöm Kornélnak a 200 forintot, szervusz drága Kornél, szervusz, szia, örülök, hogy te is itt vagy, és Deadpool kicsi liba. Mi? Deadpool kicsi chili... De what? Mik ezek a nevek, bro? Köszönöm szépen a két hónapos tagságot, és az Isten is megérkezett. Itt van velünk az Isten. Nagyon szépen köszönöm, Isten. Köszönöm szépen. Gád. Na, hát most egy kicsit beszéljük a 2024-ről, hogy mit akarok tervezni. Hát figyelj, az alapkoncepciót azt meg szeretném hagyni a csatornán. Tehát ugyanolyan hülye vagyok. Ugyanolyan jó kis gameplay csatorna. Amire egy kicsit több, hát hogy mondjam, figyelmet szeretnék fordítani, az a vlog csatorna. Ahol már amúgy eléggé érdekes témákba nyúltam bele, és elég sok embert megmozgatott, és hát elég sok új ember ismert meg, és visszatértek ezek a nagyon kemény troll kommentek. Viszont én szeretem azt a tartalmat csinálni, amit a vlog csatornán csinálunk. Az utolsó videónk a Ráhellel volt egy Five Nights at Freddy's pizza készítés, és szerintem iszonyat jó lett, azt majd folytatni akarjuk, mert rengeteg recept van még FNAF
könyvből. Szóval, hogy a vlog csatorn, vagy hát a gameplay csatorn, az valószínűleg ugyanígy fog menni, hogy live-olgatunk, jön ki valami game, kipróbáljuk, és a többi, szóval így tovább grovjuk a community-t. De viszont a vlog csatornán meg nem akarok már, tehát nem csak gameplay-el akarok foglalkozni, hanem egy kicsit komolyabb hangvételű dolgokkal, akár live-okkal, meg ilyenek, úgyhogy ha valakit érdekelnek majd ezek a dolgok velünk kapcsolatban, mert nem csak én fogok ott szerepelni, akkor mindenféleképpen kövessetek be a másodlagos csatornán is, ha szeretnétek természetesen. De ha csak a gameplay érdekel téged az Owen McHenry-től, akkor csak itt kövess. Ha meg semmi nem érdekel, akkor ne kövess. Érted? Az Isten már fentebb tolta a mércét. Az Isten génelt egyet, érted? És ott van Kokolosi TR1-ben. Köszönöm Isten. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. És Túróci Levente 8 hónapja. Mi van veled, tesó? Levi? Drága egyetlen Leventém. Mi a helyzet veled? Hát egyem a szívedet. Mi van veled, Levi? Adj egy pacsit, tesó. Köszi, hogy itt vagy. Szóval, ja, szóval ott is esetleg valamit moderátor belinkeli esetleg a csatornámat, akkor, ha még esetleg nem vágnád, akkor ott van. Szóval egy kicsit próbálok majd arra koncentrálni többet. Meg hát igazából ennyi. Én nem nagyon szeretek változtatni dolgokon. Én örülök, hogy egy ilyen nagy, hát hogy mondjam, egy ilyen nagy kemény mag már itt van velem mindig. Én nem akarok a legnézettebb videós lenni, meg mit tudom én, azt vigyel más. Én egy közösséget szeretnék építeni, nekem mindig ez volt egyébként a célom, hogy nem a legfelkapottabb videós legyek Magyarországon, akitől minden szart megnéz a minden ember, hanem egy közösségkiépítés. Amikor már így vagyunk, meg ott Discordon beszélgetünk, meg ilyenek, szóval nekem a közösségépítés volt mindig a célom. És nagyon szépen köszönöm Évikének a 7 hónapot. Évike! Oh. Miért szól folyamatosan ez a zene? Oh. Hallgasd! Mindjárt jön egy... Oh. Figyelj, most! Figyelj! Úristen! Amúgy ezek ilyen non-copyrightos rap instrumentálok, bro. Nem azért, mert rappel lettem, csak amúgy az én zeneizlésem egyébként az mindig változik. Tehát, hogy én szeretem az... Én sokfajta zenét szeretek. Tehát, hogy... Ja, csak gondoltam, rakok már be valami... Ez jó hangzik, ez kemény lesz. Nem tudom, mennyire hallatszik amúgy, mert megpróbálom minél halkabban nyomatni, hogy... Ez nem a zene volt, ez a Ráhel kölgött. Jöjjön! Ez nem olyan, amikor mutogatják az autót, így... Vagy az izmukat, hogy mennyit génelt a csávó. Yeah! Come on, yeah! Come on, yeah! Come on, yeah! De csíta! Ez az tökre olyan! Na... Amúgy ez... igen, igazad van, ez egy ilyen izézzene, ilyen, mondd már ez a... amikor... 10 évvel ezelőtt valaki csinált valami vlog videót valami új székről, és így, most bemutatom az új széket. És akkor szólt ez a zene, és akkor így, hát nagyon kényelmes ez az új szék, köszönöm szépen a sok támogatást, megvettem az első gamer székemet. Na, nektek milyen, na arról beszéljünk chat, arról beszéljünk, hogy nektek milyen fogadásotok volt 2024-re, és hogy be fogjátok-e tartani. Én most nagyon kíváncsi vagyok, én el szeretném olvasni. Illetve én akartam egy videót csinálni arról, hogy mit kaptatok karácsonyra a vlog csatornára, egy kicsit... Ja igen, a vlog csatorna. Még azt elfelejtettem mondani azzal kapcsolatban, hogy a vlog csatorna egy kicsit jobban akarlak titeket bevonni a csatornába, tehát hogy veletek kapcsolatban is akarok tartalmakat előállítani a vlog csatornán, például beszélgetünk Discordon, vagy valami, és szeretnék egy kicsit jobban közelebb kerülni ahhoz a nézőtáborhoz, ha mondhatom úgy. Ugye én akartam egy ilyen videót oda csinálni, hogy mit kaptatok karácsonyra, hát most nem tudom, hogy január 7-én, vagy január első hetében, vagy második hetében megcsinálni azt, hogy mit kaptatok karácsonyra, nem tudom. Nem kínos, nem cringe. Na de kinek milyen fogadása volt? Köszönöm szépen Leonóra Kis a 200 forintot, nagyon szépen köszönöm. Mennyi van még a küldetésember? Az ugráló őrület. Amúgy nagyon adom ezt, hogy itt esik a hó meg minden. Ilyen. Hoppá, itt felvettem valamit. Oké. Na, ti, nektek milyen fogadásotok volt? Hagy olvassam el, hogy ki mit fogadott meg erre az évre, és hogy be is fogjátok-e tartani. Na nézzük. Azt mondja, Dominik azt mondja, hogy ő már nem fog dohányozni többet. Dominik, én erre azt tudom mondani, hogy kitartást kívánok, és hogyha megcsinál, egy igazi legenda leszel. Én nem dohányzok, nem azt mondom, hogy nem próbáltam ki, még annak idején, de... ez micsoda?
Győzd le hősöket az arénába. Szóval én is kipróbáltam, de én soha nem dohányoztam. És hogyha te ezt tényleg megteszed, bro, akkor te leszel, hallottad, hogy mekkora Uber király is te leszel. Úgyhogy hogy ne lenne Discordunk, te soha mindig van Discordunk. Na, én nem fogadtam. Hát figyelj, azt is lehet, Eszter 001 azt jelenti, hogy ő nem fogadott. Az Isten tier... Hallod, az Isten felemelkedett tier 3-ba. Bro, wow! Bro! Thank you very much! Nagyon szeretlek, köszönöm szépen. Petra Aranyi! Petra! Köszönöm szépen a tagság ajándékozást Petrától. Mademoiselle Petra. De hogy ez mi? Megint felveszem, nem tudom mi, ez nem érdekel. Na! Ez az lejár a küldetésem. Let egy sa, köszönöm szépen a let. Én csak letnek foglak szólítani, köszönöm szépen a 10 hónapot. Na, hogy minden vidit meg fogom nézni, Nagy Jászmin. Hát ez egy kicsit csak ideig fog tartani, mert több mint 1000 videó van már. De köszönöm, ha megteszed. Köszönöm, ha megteszed. Na jól van most már. Ennyi elég. Úristen, mennyi XP-t kapok most emiatt a bónusz miatt. Úristen, de örülök neki. Ki tudom hagyni? Kihagyom. Szerintem több kiadásom nincsen. Na, fogadásom nincs, de remélem elérem a 100 feliratkozót. Ádám ezt írta. Ádám, csak kitartás kérdése a 100 feliratkozó. Én tudod, hogyan ültem Ádám a 100 feliratkozómnak? Elképzelni nem tudod. Annyira jó érzés volt belegondolni, tudod, abba, hogy úristen, 100 ember kíváncsi arra, amit csinálok az interneten. 100 ember. És ha belegondolsz, egy légtérbe 100 ember az már mennyi? Sok. Úgyhogy Ádám, csak kitartás. És tényleg én remélem, hogy eléred a 100 feliratkozót, Ádám, meg mindenki, aki esetleg videózik, eléri a célját, én mindenkinek kitartást kívánok, és szívből csináljátok, ne pedig érdekből. Ez nagyon fontos, hogy ne érdekből videózzatok, hanem szívből szeressétek, amit csináltok, próbáljatok meg szórakoztatni, én mindenkit támogatok, akinek ilyen céljai vannak a videózással, és nem mondjuk a megszégyenítés, vagy a önlejáratás. Szóval Ádám, ha kitartasz, akkor biztos, hogy meg lesz. Hát ügyes vagy, meg tudod csinálni. Na, volt Cornél Balla, köszönöm szépen a 400 forintot, nem tudom sajnos elolvasni, hogy mit küldtél. Nagyon szépen köszönöm. Na nézzük, hogy apá, semmi közöd, tesó. 200 forintot küldött, el sincs semmi közöm. Köszönöm szépen. Mi ez a név, bro? Mi ez a név? Isaac the Pirate, my man, my legendary friend, thank you very much, thank you, köszönöm szépen, hogy hova megy a hangom, elmegy haladok Lugoszláviába. Hova ment a hangom? Visszajött. Na, Isaac, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, bro, te is régóta nézel már, és kösz, hogy néha-néha benézel, és megjelensz a köztudatba, köszi szépen, hogy itt vagy. És Petra Aranyinak pedig köszönöm szépen, Petra, köszönöm szépen a 3 hónapot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pulyka szendvics, 5 Owen McCrane tagságot ajándékozott. Pulyka szendvics, 5 pulyka szendvicset osztottunk ki itt a cseten, itt az ülő szektorban. Egyétek a pulyka szendvicseket, 5 pulyka szendvics kiment. Pulyka szendvics mindenkinek, pulyka szendvics forever. Nagyon szépen köszönjük az 5 Owen McCrane tagságot, fogyasszátok egészséggel az 5 pulyka szendvicset. Nagyon szépen köszönjük Leonora Kisnek a 200 forintot, és itt van velem Vodka JG, másodragos Rambo, Regina, 14 hónapos tagságával, köszönöm szépen, hogy itt vagy és moderálsz, és köszönöm, hogy 14 hónapja tag vagy a csatornán, köszönöm szépen, visszafele olvasom a nevedet, mert most azon kedvem, Aniger, azt nem kellett volna, hoppá, nem baj, Aktov, de ez nem kellett volna. Úristen, ez nem kellett volna. Na mindegy, figyelj, hagyjad. Én azt fogadtam meg, hogy nem foglak többet nézni. Akkor szia. Akkor menj innen. Akkor menj innen. Mert sírni fogok. Menj innen. Hagyd el ezt a helyet. Hagyd el ezt a testet. Ezt nem kellett volna. Na, Petra Aranyi, köszönöm szépen a 400 forintot. Megfogadtam, nem stresszelek feleslegesen semmin. Petra, ez egy jó fogadalom. De egy a baj vele, drága Petra, hogy nem fog menni. Ez lehetetlen. Ez egy lehetetlen küldetés, Petra. Elmondom neked. Nem, de amúgy meg sok sikert hozzá. Köszönöm szépen a 400 forintot. Tátra... Tátra.
A Tátra jönni ki, köszönöm szépen 11 hónapot. Bocsi, csak a Tátra, te a... Wo. Fú, köszönöm szépen a 11 hónapos tagságot. Oh, szeretem a technológiát. Persze, hogy szeretem. Martin Gaming, tesó. Nagyon szépen köszönöm a 2 hónapot. Martin, drága egyetlen Martinom. Köszönöm szépen. És itt van velem Dupre Bojan is. Boldog új évet, Pety, remélem még sokáig kitartasz. Hát figyelj, ez a test adott. Ez kitart. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az 1000 forintot, kedves Dupre. Nagyon szépen köszönöm neked. Szóval Reginának visszafele nem szabad elolvasni a nevét. Ezt nem szabad elolvasni a nevét. Visszafele nem szabad. Nem szabad hangosan. Ezt nem hiszem el. Na mindegy. Mindjárt kezdjük amúgy a horrorjátékot, srácok. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy horrorjátékkal fogok játszani. Ha nagyon fiatal nézőm van most itt, az majd köszönjön el, ha elkezdődik az élőadás, vagy hogyha olyan szántából nézed az élőadást, és mondjuk utána meg fogsz ijedni, és utána anyu lecsesz téged, akkor azért nem leszek a felelős. Szóltam, jó? Szóltam, hogy itt most valószínűleg ijesztegedés lesznek, jumpscare-ek lesznek, Péter is ordibálni fog, úgyhogy az én fogadásom, hogy rávegyelek egy FNAF World végigjátszásra még az évben. Arra nem kell rávenned, mert megteszem, viszont az nekem nagyon bonyolult volt az a játék, meg valahogy úgy kimaradt. Az lesz a last pointom. Köszönöm szépen az 1000 forintot, Isten. Köszönöm szépen, Istenem. Nagyon szépen köszönöm. Leonóra Kis, nagyon szépen köszönöm a 3 hónapos tagságot, kedves Leonóra. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és remélem egyébként meg vagytok elégedve a tagsággal, hogy nálam csak 200 forint, úgyhogy remélem mindenki elérhető, és szívesen használja. Ne felejtsetek el feljönni Discord szerverre, kedves csatornatagok, a VIP chat, meg ilyenek, minden ott elérhető számotokra. Meg egyébként ebben az évben megpróbálok minél több nyereményjátékot is, és tagoknak szóló tartalmat is előállítani. Rengeteg dolgom lenne, csak kevés az idő, és kevés a testem hozzá. Pulyka szendvics, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 12 hónapos tagságot. Azért 12 hónapja megáll egy pulyka szendvics, abban én már nem biztos, hogy beleharapnék pulyka szendvics. Ha nem vagy friss, nem kell lesz. 12 hónapos tagság után pulyka szendvics, beleharapsz? Beléd harapok, mint az állat. Engem nem érdekel. Köszönöm szépen amúgy. Dupre Bojan, köszönöm szépen az 500 forint a tesó. Köszönöm szépen. Nagyon aranyosak vagytok. Köszönöm. Krisztina mag is megérkezett. Krisztina a Bedes. Nagyon szépen köszönöm az 499 forintot. Nagyon szépen köszönöm. És Petra Aranyi Tier 2-be felemelkedett. Jön Petra. Mint a talajvíz feltört. Nagyon szépen köszönöm Petra neked is. Köszönöm szépen. Leonóra is köszönöm szépen 200 forintot, Boton Szabónak köszönöm a 4 hónapos. Kacok, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Mikor lesz Minecraft Hardcore? Figyelj! Nekem volt egy hardcore sorozatom pár évvel ezelőtt. Kemény 2 rész volt. Érted? Lucky már a 100 nem tudom hanyadiknál jár, 100 nem tudom hanyadik résznél jár a Lucky, a Miklósom. Én, Péter, második résznél leestem a lépcsőről, vagy a létráról. Ennyi. Hallod, hardcore volt. Kemény 2 rész, és még azóta is fent van a csatornámon. Lehet egyszer megpróbálom újra. De hogyha már így Minecraftoznék, akkor valami jó horror ilyen pakkot keresnék, úgy mint például az Ice Bluebird játszik ugye most a Steampunk-kal, ugye, ha jól tudom, meg játszott a Dragonszal, vagy mivel. Én is keresnék egy jó horror pakkot, és azzal kezdenék egy sorozatot. Olyan nincs még Magyarországon, tényleg. Most adtam egy ötletet. Most mindenki erről fogunk úgy csinálni. De nem. Biztos vannak ilyen horror pakkok. Tehát ilyen pakkok, tudod, ilyen mod pakkok. Mod pakkok. Jól mondtam, igen. Tehát, ezt mit ad? Nem jó. Igazából én most csak farmolom magamnak az XP-t, a szintet, meg a goldot. Mert nekem, mert mondták nekem, hogy nekem le van maradva a karakterem. Úgyhogy addig ne is menjek PvP-zni. De azért az erődömet azért már megnézem, hogy hogy áll. Ezt gyorsan fel is fejlesztem, kincstáram, fejlesztük a kincstárat, köszönöm szépen. Jó, a többi mehet, igyekezzetek. Let's go, csináljátok csak. Szóval, hogyha én egy Minecraft horrort kezdenék, akkor valami horror pakkos Minecraftot csinálnék. Mert elméletileg egyébként nagyon durván meg lehet csinálni a Minecraftot horrorosan. Kajak félelmetesre tudod csinálni. Azt a mindenit, mi történik itt közben. Boton Szabó, köszönöm szépen a 4 hónapot. Nagyon szépen az Évi Lakatosnak is köszönöm szépen. Köszönöm, Évi. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Óven fülcimpája. Az el van szakadva. Óven fülcimpája, 3 hónapja tag. Köszönöm, fülcimpa, megsimogatlak. Nagyon-nagyon szépen.
Köszönöm szépen, kedves fülcimpám. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy 3 hónapja a helyeden vagy. Egyébként most itt félfére be vagyok teljesen dugóva, szóval így félig süket vagy. Tehát, hogyha a horrorjátékban nekem jobbról fog majd jönni egy jumpscare, akkor ennyit fogsz látni belőlem, hogy így jön oldalról a jumpscare, én meg így... Mi? Mert ugye betegek voltunk, nekünk azzal telt a karácsonyunk a Rachel le, hogy full betegek voltunk mind a ketten, és nekem utána valószínűleg valami fülkült hurut kialakult, és azóta amúgy nagyon rosszul hallok a jobb fülemre, úgyhogy megérte az új fülest, és meg lehet nem is volt baj a másik fülessel, tudod, csak nem hallottam semmi. Tudod? Mekkora lett volna, hallod, úristen? Pulyka szendvics. Újabb 5 pulyka szendvics lett kisorsolva itt a nézőközönségben, fogyasszátok egészséggel, a pulyka szendvics jó. Pulyka szendvics, a te tiszteletedre én majd csinálni fogok egy pulyka szendvicset, és le fogom fotózni Instán, hogy téged eszlek. Ezt megígérem neked. Nagyon szépen köszönöm. Bence Keppel, köszönöm szépen a tagság ajándékozás. Keppel, Mr. Keppel, megérkezett Mr. Keppel. Úristen, de jó ez a név. Ez olyan, mint valamilyen izé, nem? Ilyen, nem tudom, ilyen detektív vagy. Mr. Keppel, lenne itt egy ügy. Igen? Mi az? Nem, ez a Keppel. Ez lehetne egy sorozat neve is, mint a Castle, meg van a Keppel. Duprepolyan, nagyon szépen köszönöm az 500 forintot, nagyon-nagyon-nagyon aranyos vagy, Dupre, neked is köszi, hogy itt vagy, tesó. Még egyszer, és itt van Hanabi, köszönöm szépen az 5 hónapos tagságot. Nagyon örülök, hogy itt vagytok ennyien, és remélem, hogy ebben az évben is szívesen fogjátok nézni ezt a csatornát, és el fogjátok viselni az orribálásaimat és a viccelődéseimet. Még egyszer mondom, hogy nekem nem az a célom, hogy én legyek a legnézettebb magyar youtuber vagy influencer, hanem nekem mindig a csatorna körüli, úgymond, közösség kiépítése volt, és ugye nagyon-nagyon úgy látom, hogy jó úton haladok, így 10 év alatt én nagyon sok kedves embert megismertem közületek, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Köszönöm szépen, Szív! Úristen, jó ez a név. Szív! Köszönöm szépen a tagságot. Nagyon szépen köszönöm nektek, és nem sokára kezdem a horrorskacok, úgyhogy felkészültetek, remélem. Nem tudom, hogy milyen game lesz. Én nagyon szeretem a horrort. Ezt még megbánod. Én mit bánok meg rajta, Regina? Olvasd már visszafele a nevedet, a Reginát olvasd visszafele, én nem olvashatom ki, csak olvasd ki. Úristen. Nagyon szépen köszönöm a 400 forintot, kedves Regina. Vandus 28, 420, Halli Peti, hogy vagy? Köszönöm szépen, Vandus, a kérdést. Jól vagyok. Hát itt vagyunk 2024-ben, semmi nem változott. Csatorna sem változott, én sem változtam, de én remélem azért fogok majd egy kicsit év végére. Vannak célok, de ilyenkor mindenki januárban eldönt valamit, tudod, aztán meg már, aztán februárban meg már ki nem szarja le, bocsánat a csúnya beszédét, de tényleg mindig ez van. Én azért megpróbálom magam tartani most már hozzá, úgyhogy, ja, úgyhogy jól vagyok, köszönöm szépen, el vagyunk. Itt van a kedves Rachel is, itt van, most nem tudom, hogy itt van-e valahol, de valahol biztos itt van. Capricorn, én egyet szeretnék neked mondani. Hogyha legközelebb találkozunk élőben, és nem fogsz normálisan beszélni hozzám... Ezt fogom rakni a fülethez, Capricorn, és úgy bele fogok ordítani, hogy már miért... Nekem ne itt legyél ott megint, amikor találkozunk a videós találkozón, Capricorn, drága moderátorom, hogy... Nem. Én azt akarom, hogy üvöltve rohanj felém, hogy kenyér, érted? Meg tudunk ebben állapodni, Capricorn? Menni fog? Nagyon remélem. Na. Óvan, újra elmében van, szuper. Sose voltam kívül. János Péter Apati, köszönöm szépen, bro, a tagságot. Teljes szívemből őszintén. Köszönöm szépen. Erőt, egészséget nektek. Én készen állok. Én is készen állok, William Afton. Mehet. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a tagságot. Na, Mária Bordi, köszönöm szépen a tagság ajándékozás. De aranyosak vagytok, hogy így egymásnak segítetek ilyen tagság ajándékozásokkal. Huncut Borsó és az a fej hozzá, elképesztő. Köszönöm szépen a 3 hónapot. Én ezt a küldetést még mindenképpen megvárnám, ha nem probléma, ezt a 4 percet, aztán pedig kezdem a horrorjátékot, skacok. Aki esetleg érdekel a Shake & Fidget játék, ugye ez egy szponzoráció a csatornámon, nyugodtan töltsétek le tabletre, telefonra, PC-re,
játszátok. Ez egy ilyen fejlődős játék. Nyilván, amikor így elválasz egy küldetés, mint például ebben az esetben, akkor nem kellett ülnöd előtte, nyugodtan bezárhatod a játékot, bezárhatod a mobilodon, játszhatsz mással addig. Addig a küldetés időtartalma, ez mindig csökken, tehát, hogy ezt nem kell így végignézni. Én csak azért vagyok itt, mert közben úgyis beszélgetek veletek, akkor innek hagyd menjen addig itt a küldetés. Ezeket eladom. Ezt a kettőt nem adom el. És akkor tudsz magadnak karaktert csinálni. Én már a Magyarok CH-be vagyok benne. Ilyen a karakterem jelen pillanatban, de ezt meg tudod változtatni. Tudsz arénázni más játékosokkal, csak most küldetésben vagyok. Vannak kazamaták, ezek elég nehéz egyébként őket, meg ilyen 99 szintől, meg ilyenektől, úgyhogy de itt van például a fényvilág, ezt már elkezdtem, de egyre nehezebbek ugye az ellenfelek legyőzése, például a húsgólem 40-es szinten, én meg még csak 34-es vagyok, szóval egyelőre most még fogadóból kell küldetéseket elfogadnom. Szóval, nagyon szépen köszönjük, Pulyka Szendvics ismételten 10 pulyka szendvicset sorsolt ki, a közönség között. Már itt mindenki előttem, aki nézi az előadást, pulyka szendvicset zabál, úgyhogy egészségetekre, pulyka szendvicset mindenkinek. Komolyan mondom, ebből egy brandet fogok kiépíteni, pulyka szendvics, az Owen McCary féle pulyka szendvics. El tudta azt képzelni? Ahogy ott mész a Tesco-ba, vagy valamelyik más hipermarketbe természetesen, azt a húspultba ott van, húspultba, azt ott van a pulton a pulyka szendvics, és így lennék rajta. Ember. Hát ez mekkora biznisz. Pulyka szendvicsem lesz ebben az évben. Kész. Másoknak üdítője van, nekem kaja. Pulyka szendvics. Egy brand new, sajátos pulyka szendvics. És el tudod képzelni a reklámot egyébként, hogy így ott van a gyerek a suliba, olyan éhes vagyok. Ha, én már nem vagyok éhes. Mi? Hogy te nem vagy éhes? Mert én az Owen McCary féle pulyka szendvicset zabáltam. Nem mondod, adsz egy harapást? Nem adhatok Owen McCary pulyka szendvicséből, sosem kapsz egy harapást. Ne legyen már ilyen, akkor legalább mondd meg, hogy hol vetted. Elmondjam, boltba. Nem mondod komolyan, menjünk, és elmennek venni pulyka szendvicset, és megzabálják a pulyka szendvicset, és a végén így, most már én sem vagyok éhes. Owen McCary pulyka szendvics. Hallod, kész. Gyerekek, ennyi. Gazdag leszek. Engem nem azt. Ne vegyétek komolyan, csak viccelődni próbálok. De most mondd azt, hogy ez nem adná. Békacska. Miért kell ilyen idióta nevet írni? Nem tudom kimondani. 400 forint, nagyon szépen köszönöm neked, Békacska. Köszönöm szépen, és itt van Gacha Donut. Nekem az a fogadásom, hogy csinálok egy csatornát. Mármint YouTube csatornát, vagy TikTok csatornát, vagy milyen csatornát, gondolom YouTube csatornát szeretnél csinálni. Hát sok sikert hozzá, kitartást kívánok, Gacha Donut, hajrá! Hajrá, ennyit tudok neked mondani, hajrá bro, ne add fel soha, nem szabad feladni. Let's go! Ó, Rambo, ez a te egyre jobb. Minél jobban hagyom, érted, érlődni, annál finomabb. Rambó. Miért hívom a János Igelgőt amúgy Rambónak? Daddy. Na, mehet. Na. Na, mennyi van még ebből? Na, még egy perc. Ezt megvárom. Én szerintem most nem fogom elkölteni az aranyamat. Ezt is szépen meghagyjuk, ezt az aranyat következő előadásra. És utána, viszont, akkor én elkezdem ezt a horror gémet. Úgyhogy még egyszer szólok utoljára, horror játékkal fogok játszani, aki fél tőle, ne nézze. Jó, köszönöm szépen. A többi innentől kezdve nem érdekel. hogy milyen tartalmak várhatóak 2024-ben, ez teljesen felesleges kérdés, chat. Minden megmarad úgy, ahogy eddig. Poppy Playtime, FNAF, minden lesz. Ne aggódjatok, minden lesz. Viszont egy kikötéssel, hogy én ezt csak azzal játszok, amihez kedvem van. Tehát, hogy amikor ilyet mondtok, hogy Spider-Man legyen a csatornán, meg én szeretem a pókember, de nem hiszem, hogy a csatornám tematikájába való. Tehát azért ez a Owen McCary csatornán mindig arról volt híres, hogy ilyen indie horror játékokkal játszott. Azt mondom, hogy egy pókember végigjátszást elkezdek, az nem biztos, hogy ide illik, érted? Tehát azért én próbálok a tematikán belül maradni, a csatornának a tematika témáján belül. De úgy érzem, hogy eddig nem volt hiányom úgy a játékokból, szóval szerintem ezután se lesz. Mert én azt vettem észre, hogy egyre nagyobb befutása és sikere van azoknak az egyszerű emberek által készített játékoknak, mint az ilyen nagy cégeknek a játékai. Ha most itt van például a mennyit lehet mondani, az Among Us-tól kezdve, akkor most itt van a Lethal Company.
Ezeket nem nagy cégek csinálják. És mégis mekkorát durranak ezek a játékok. Szóval most már nem biztos, hogy azt jelenti, hogy szerintem nem. A jövő szerintem most már ezeké a játékoké. Is. Na, hát nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Ezután is fogom nézni természetesen a chatet, de kicsit kevesebbet, szóval elnézést esetleg miatt. Vegyetek fel játékba, Owen McLean néven megtaláltok mindenféleképpen, és akkor kérnék egy 3-2 perc szünetet, amíg elindítom a másik játékot, aztán pedig nézzük, hogy mivel lesz ma dolgunk. Kicsit aggódom, megmondom őszintén. Addig hallgassátok ezt a nagyszerű, gyúrós repzenét, oké? Okay? Na, mindjárt jövök. Megint nem volt hangom. Ez hihetetlen. Na! Hölgyeim és uraim, megérkeztem a game-mel. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt van. És innentől kezdve kicsit megváltozik a tematikája a videó a live-nak. Krisztina Magnak köszönöm szépen az 500 forintot, innen is kedves Krisztina. Na, nézzük ezt a game-et, bro. Oh, Jesus! Na várjál, nézzünk egy hangot először, jó? Milyenek a beállítások? Ah, oké, okay, minden szart be lehet állítani, de a hangot az bezzeg nem lehet beállítani. Zsír, jól van. Ha esetleg hangos nagyon a game, szóljatok, jó? Egy kicsit most még lentebb veszek, úgy 70-re leviszem, jó? Szóljatok, hogyha nagyon-nagyon hangos. De nyilván ez egy horror játék, tehát hogyha minden igaz, akkor csönd lesz, és csak néha lesz hangos. Na, The Guest. Azt mondja, egy óri, nagyon-nagyon horrorisztikus vihar van odakint, és még ilyet soha nem láttam. Szerencsére itt el tudtam bújni. Tehát most én bejöttem a kinti vihar elől egy idegen lakásba? Nice. Oh shit. Ez amúgy kemény lesz, én már érzem. Tudod mit? Kicseszek veled, visszaveszem a hangját 100-ra. Süketülj meg! Pulyka szendvics, tessék enni a pulyka szendvicset, még egy 5-ös pulyka szendvicstől, rágjam a szívét. Mindenki fogyasszon sok szeretettel a pulyka szendvicset. Ha pulyka szendvicset eszel, akkor Instagramon oszd meg, én meg... Meh! Szar a fény. Okay, man. Nagyon szépen köszönöm! Ja, ez horror, skacok, ez kőkemény horror lesz. Imádom az olyan horror játékokat hallod, amivel a szememmel tudok így nagyítani. Tehát milyen robot szemem van amúgy nekem? Ilyen robot szemű vagyok? Vagy mi ez? Jó. Ohohoho, le lehet kapcsolni a lámpát? Nice. Most őszintén, te most egy nagyon-nagyon nagy viharos, tehát egy nagyon rossz időjárás miatt te bemennél egy idegen helyre, és mondjuk ezt látnád, nekem nem mondasz, hogy inkább nem áznál szarrá az esőbe. Most mondd meg őszintén. Tehát, hogy most ezek után egy ilyet látnál, te még bennmaradnál? Hát ki nem szarja, ázzon ki a seggem is a helyéről, de hogy én nem maradnék. De azért valljuk be őszintén. Nem hangos, ez pont jó. Helyes. A legendáknak sose hangos egy horror játék, ezt jegyezzétek meg. Aha, jó, oké. Okay. Nice! Hát azért nem azért a 2 forintért, de ezek a festmények, simán el lehetne adni őket, de milyen pénzél már? Azt a mindenit! Nice! És ez ilyen izé gameplay lesz, hogy megyek, és akkor... Mi van? Ez ilyen elémugrós jumpscare-es játék? Mert akkor felkészülök.
Jó, ez az én. My God, most beindult egy zene, az jó? Szóval nem működik. Mit nem működik? Miért van egymás mellett két kapcsoló? Rachel már 10 hónapja tag! Hallod, de már 2 éve vagy a csodálatos párom, és 10 éve vagy csatornatag, egyem a drága szívedet. Köszönöm szépen. Jó, állítsd le, nekem nem kell ez. Mik ezek a képek? Amúgy nagyon brutálak ezek. Jézus Mária! Ezek mi vagyunk a Rachel-lel. Rachel, gyere, így fogunk kinézni. Gyere már! Adj még nekem 5 évet velem, és így fogsz kinézni, és én is. Gyere, nézd meg! Ilyenek leszünk. Már most annyira úszkod, hogy van is neked, hogy festetheted. Most tényleg? A tiszta ősz vagy, ahol le van nőve a hajad. Oh God! Köszönöm szépen, Pulyka Szemics, az 1000 forint, és sajnos már nem kell, jó játékot megérés. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen Anett Székelynek a tagság ajándékozását. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ja, nem tagságot ajándékozott, a tagot váltott. Köszönöm szépen, Anett. Köszi szépen. És Chingu Rice, köszönöm szépen a 200 forintot. Jó, van, akkor mindegy. Én visszamegyek a sötétbe, én nem félek. Nézd csak, milyen király vagyok. Ennyi, tesó. Ha-ha! Ha-ha-ha! Mami! What? Anyád a Dumbledore! Ha Dumbledore itt nagyon készen volt már, nagyon kész volt. Ezt meg kell inni. Az egészet meg kell inni. Ezt meg kell inni. Dumbledore! Dumbledore, man! Ki lehet nyitni ezeket? De király, lopni is tudok? Menjünk lopni, menjünk lopni. De csak ezt lehet? Google meg nem lehet a játékban? Vagy ez hogy van most akkor? Menjünk lopni, menjünk lopni. Belenéztem! Ne már, belenéztem! Belenéztem, hallod? Így mutatja és belenéztem. Áj! Belenéztem, bro! Mi ez a zene? Kezd hangos lenni a game. Diszkó mamával. Tudsz. Mi bajod? Mi ez a hang? Dick. Mi volt ez? Diszkó mama. Já. Diszkó tánc. Azt most merre menjen? Dick. Hát mi ez a game, amúgy? Adom. Ott egy kard, mindjárt leszúrom a francba, azt megvan oldva a dolog. Erre kell egyáltalán jönni? Na az a jó, ha sötét van, az mindig jó. Vagy nem? Azt mondja, blokcked. Jó van, blockolok. Fuck!
Azt mondja, túl sötét van. Szükségem van kulcsra. Ide is. Két kulcs. Find the key. Oké, keresünk akkor kulcsot, bro. Megyek ide be. Fú, de sötét van. Nincs itt valami lámpa, vagy valami? Jó napot! Az ki volt? Látlak! Öreg asszony! Belebújtál a zacskóba, mi? Mindjárt felrúgom a zacskót. Olyat köptem, hogy az nem igaz. Csingő rész. Belebújt a zacskóba? Ott van a zacskóba az öreg asszony. Ember, rúgjunk bele, érted? Cristiano Ronaldo, csüüüü! Muchas gracias, Ronaldo, Ronaldo, csüüüü! Csüüüü! Tudta a tököm, hogy ott van. De megszereztem, bro. Most felvettem a kulcsot, akkor most valamilyen jumpscare-t biztos triggereltem. Triggereltem. Remove prankre van szükségem, hogy remováljam a pranket. Nice. Csingőv rész. Fura elsétál, érted? Mi a franc? Ott... Mi ez a gameszkó, bro? Mi van, mama? Anyád? Szórakozzál itt velem. Go to phone. Az egy go to phone. Fekete Lili, köszönöm szépen az elektronos tagságot. Vigyázz Peti, lehet mindjárt gatyarot lesz. Meg üdvözlöm Récsőt. Köszönjük szépen, Fekete Lili. Átadom. Sajtos pogácsa, hallod? Egy kajak, egy full kaja van már itt a cseten. Köszönöm szépen a 4 napos tagságot, kedves sajtos pogácsa. Hív anya. Hogy mikor megyek már haza. He! Hallod, neked nehézségi problémáid vannak, az az igazság. És látom rajtad, figyelj, most nálam semmi, biztos te is megásztad az esőbe. Mi lenne, ha nem érdekelnél, az olyan van. Nem érdekelsz. Én a telefont akarom felvenni, anyu hívott. Azt mondja, nem működik. Most kell, oda kell mennem, mert addig nem fog változás történni. Nyilván azt akarja a játék, hogy menjek oda. Mondom, hogy a pápa nem tud aludni, milyen pápa? Na figyelj, készüljetek a jumpscare-re, jó? Jumpscare, let's go! Basszus, ez kurva jó volt! Basz a kurva istenit! Basszus, ez nagyon király volt! Azt hittem jó szar lesz, de nem, ez nagyon király volt, összeszartam magam, állj meg! Basz meg! Azt a kurva! Hát erre nem számítottam, hogy ez ilyen király lesz. Azt hittem, tudod, ilyen low budget lesz. Hát nem az volt. Hát ez nem az volt. De várj, nekem most van egy kulcsom, nem? Vagy hogy van most ez? Rohadt élet, ez elkapott. Too sötét vagy, it's too dark. It's too dark, mindig too dark, minden too dark, man. Minden too dark. Erről van szó! Nem. Megy oda a halál. Tudod, mikor megyek én oda? Engem az sem érdekel, hogyha a környező Madonna van ott az abban a szekrényben, vagy 1 millió forint. Akkor sem megyek oda, érted? Nem fogok oda menni a szekrényhez, érted? Én nem fogok a szekrényhez menni soha. Nem. Nem megyek oda, mert tuti jumpscare-t kapok. Tuti, hogy jumpscare-t fogok kapni. Ez 100%, hogy ebből olyan jumpscare-ó lesz, ez egy jumpscare-ó. Ez egy jumpscare-ó lesz, érted? Nem akarok bemenni. Nem akarok bemenni, bro. Nem megyek be. Nem megyek be. De nem megyek be. De be kell mennem. Basszus. 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 Jó van. A jó istenit. Oh, shit. A rohadt Pürös üregasszony. Ezzel most elgitározom. Elpengetem az életét. Mi a fos ez? Rott életben. Basszus. Takarodj! Hagyj békén! Hagyjál békén, basszus. Ó, basszus. Itt áll velem szembe, bro.
Na jó, köszönöm szépen Cisco a 12 hónapos tagságot, és Krista Uziának pedig a, ismételt a 12 hónapot. Figyelj, én most bemegyek. Fidesz, 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 Fidesz. Aha, jó, oké. Okay. Mehet. Basszus kut. Nem bírom. Oh god. Jók vagyunk? A kulcsot azt mondom, hogy hol kell? Hát ezt még kell? Mi a franc történt? Onev can save you, csak a halál menthet meg. Ki fog rám rontani valahonnan, mi? Meg is pöcs. Most mi van? Van egy kulcs nálam, nem? Nem arról volt szó? Nem bírom. Azt most merre kell menni, he? Mi ez itt? 10 óra 10, jó, oké. Okay. El is lehet olvasni valamit? Jutka Maszka, thank you very much, thank you very much. Jutka Maszka, in the 10 and 10 month in a row. Thank you very much, 10. De most, oké, okay, most akkor ott kellett volna valamit csinálni, most a sötétbe. Most volt ilyen jó zene, az most ma sincs. Itt kiírtál itt a falra, hogy engem csak a halál menthet meg, hát jó van akkor. Missing parts. Ezeket meg is lehet valahol találni? Find the missing parts. Jó, bemegyek ide-vissza. Tehát nem látok semmit, bro. It's too missing. Vagy too sötét van. It's too dark. Itt van egy gyertya, vedd fel, azt megvan oldva. Most én nem értem ezt testi. Daniel Kanyó. Köszönöm szépen a tisztonokhoz tagságot. Lehet, hogy el kell menni most másik irányba. Tudja, nem tudom. Ez működik? Ez sem működik. Hát semmi nem működik. Itt is van egy, egyre kell a missing parts. Find the missing pieces. Oké, okay, megkeresem. Itt volt valahol biztos. Az a baj, nem vágom. Parfüme? Hallod, itt vannak a parfümök az asztalon. Befújja magát az öreg asszony. Befújja magát. Tudta, hogy érkezem? Be kikerázta magát? Jól is tette, de az a Dumbledore kép ott a falon. Jó, és hon van az a missing parts? Ne legyetek már ilyenek. Ne csináld ezt én velem. Elmegyek megint erre, hátha lesz. Tehát történik valami. Bazd meg, történt. Nem jó. Ez nem jó, ez nem jó. Ez bro. Megdöglök. Oh god. Oh god. Ja, itt ide kellenek a kulcsok, bro. Hát, meg van oldva. Ugye? Yes. Yes, hát persze, persze, persze. Petra Aranyi, köszönjük a napi szintű szórakoztatást, és hogy vagy? Köszönöm szépen, Petra. Én köszönöm. Ezt külön kulcs kell? Hát, igyekszem. Köszönöm szépen, Petra. Nagyon kedves vagy. Köszönöm, Sajbán. Na, mit lehet itt felvenni? Mondja, mi ez? Ott van a cucc. A missing pieces. És most nem fog jumpscare, nem kapok jumpscare-t, mert felvettem valamit. Általában a horror játékban, hogyha felveszel valami itemet, akkor azzal a lendülettel történik valami. Úgyhogy készüljünk a jumpscare-re. 10 éve játszok horrorra, sőt több mint 10 éve. Tudom, én érzem, és tudom, hogy ilyenkor mindig történik valami. Kiszámítható, már nagyon durva. Kit érdekel? Most mögöttem lesz. Nem, akkor nincs mögöttem. Úristen, nagyon félek. Mama, ne csináld. Mami, basz. Köszönöm szépen, most ezt olyan sokat kell. Levente Fütyi, nagyon szépen, Fütyi, köszönöm szépen a tagságot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Az mit csinálod? Ne oda vécézzél! Ne vécézz már oda! Na felkem kell feltöröl! De most miért oda? Miért nem lehet a budiba? Oké, okay, hogy kiégett a lámpa a WC-be, de miért oda, miért a padló közepére kell? Én ezt nem értem. Komolyan mondom, nagyival egyre nehezebb. A nagyival egyre nehezebb. Minél öregebb, annál butább. Én ezt nem hiszem el. Jó van, felkészültem.
Megyek, feltörlöm. Nem félek tőled. Mi a szar van, megölt? De meghaltam. Azt hittem, hogy jump. What? Az oké, hogy megnéztem a lábujját közelről, de ennek most mi értelme volt? Megölt? Nagyon be van nőve a körm a lábujján, csak mondom. Én még oda mentem rá, érted? Mert én ilyen laza vagyok. Nice. Okay. Most semmi értelme nem volt ennek, ne idegesíts. Akkor ennek mi a büdös értelme volt? Én ezt nem értem. Hello? Ott van! Ja, megölte valaki, aha. Hát az ő baja, azt akkor miért engem ijeszteget? Add ide ezt a szukkert, hallod? Ez egy M1 garand. Vagy nem? Tudja a tököm, mi ez? Oh, zseblámpa, nice. Very good, very good. Legyen hó, legyen hó. Jose Maria. Hallod, megnéztem közelről a lábujját az öreg asszonynak. Elképesztő lábúja van, érted? Olyan jó lábúja van, annyira szeretem a lábúját. A lábújában vagyok szerelmes. Itt ennek mi értelme volt? Itt van valami, ami kell nekem, a bületyűzet. Van meg izé, vinyó, az van. De most tényleg itt ennek mi értelme volt, hogy idejöttem? Semmi? Lehet, hogy nem is ebbe a szobába... Mi volt az a hang? Ja, jó, oké. Lehet, hogy nem is ebbe a szobába kell nekem valamit úgy összeszedni? Csak így meg tudom most már világítani, nincs itt semmi, brá. És hát én nem látom, hogy lenne. Billentyűzet van itt, meg alaplap. Hát egy szállítógép, konkrétan. Jó, hát akkor elmegyek innen. Doesn't work. Villanyszerelőt hívjak? Amúgy azt kéne tényleg, amúgy egy jó villanyszeri. Egy jó vili. Egy vili vonka. Azt kéne. Vili vonka. Azt a fegy, azt az M1 garandot miért nem lehet felvenni? Az mekkora lenne? Fognám azt azzal az M1 garanddal. M1 garand. Mi ez a rengeteg parfüm? Hallod, ez az öreg asszony, ez tipikusan olyan, aki oda, kimegy oda a Western City Centerbe, ott Budapest elé, és akkor így ingyen parfüm, olcsó parfüm, neked csak 1500, neked csak 1500, hallod, ez ilyen? Hát mi ez a rengeteg parfüm ebben a retkes lakásban? Ennyire büdös a lába, vagy mi? Hogy ez meg itten mozog magától, jó van. Okay, de most én ezt nem tudom, hogy tehát szegény Dumbledore-t nézd meg ott a falon. Ő az már készen van ideg, már nem bírja tovább ezt a stresszt. Tehát teljesen megértem egyébként. Amúgy sprintelni nem is tudok. Nem tudok sprintelni, tehát hogy most Dumbledore egyszer minden gyásznak vége. Dumbledore. Hol volt még sötét? Vagy most mit kell csinálnom, bro? Ja, hát ez az a szoba. Aha, itt már, itt is körbe tudom. Nézd meg, megint mindenhol az a retkes... Nézd, mindenhol parfüm! Miért? Hogy nekem szerintem kellene valami, amivel így ki tudom feszíteni a dolgokat, nem? Hát ilyenünk amúgy van otthon. Hát ez nagyon jó. Mégre van valami, ami egy horror játékból. De most tényleg amúgy mi, hova? Mi van most? Várjál. A WC. Jumpscare? Kérek. Oké, csöpög. Szapan. Nem lehet itt semmit felvenni? Bro, most mi a feladatom? Segítsen már a game. Hát ugye itt volt ez a switches. Brassz. Oké, felvettem egy lámpát, ez kurva jó. De hogy azon kívül így volt bármi értelme? Mindjárt ki lesz valami, érzem. Szükségem van valamire. Egyszer majd lesz 0-24-es live. Ha, itt öglök meg, Hanakó, az nem fog összejönni. Szerintem, én arra nem vagyok képes, Hanakó. Innen jöttem, gondolom már ide-vissza nem kell jönnöm, vagy igen? Akarja a játék, hogy ide-vissza jöjjek? Mert itt volt még ajtó. Hoppá! Tesó, oda néz. Mi van, ki az? Ki kopog?
Mondjad. Na hát, ha lesz itt valami, amit már tudok használni. Large collection of books. Large collection of books. The books is large collection. Kollekció? Kollekció. Collectioni. Ha lesz egy jumpscare valahol, akkor jó úton haladok. Ha van valahol egy jumpscare, de amúgy szerintem nem kell visszajönni. Hát mi? Nem tudom, hol kell menni. Lehet, hogy amúgy megszagoltam a lábujját, azt annyi volt. Megszagoltuk a lábujját, az kész. Meg van oldva. Itt biztos kell találnom valamit, hogy ezeket lefeszítgethessem a helyről. A helyről. Ha most akkor merre menjek, hete? Ha erre a nagy hum vagy. Nagyó. Lehet, hogy vége volt ott a játéknak, azt most már most össze-vissza. Nem tudom. Nem tudom, milyen hosszú a game amúgy. Amúgy nem rosszak benne az ijesztések. Tehát, hogy viccet félretéve. De hogy most mi a feladat? Tehát itt felvettem egy lámpát. Lámpát vettem fel. Itt nincs egy jumpscare, ha megszagolom a vért a falon. Tiszta hülye meg. Vegyünk fel ezt az M1 garandot, az kész. Ááá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 
Amúgy tudod, hogy a sötét szobába hagytam ott amúgy valamit, mert ott ugye it's too dark. Akkor nyilván ott kellett volna valamit felvennem, és akkor itt ezeket már ki tudnám feszíteni. Biztosíthattam valami itemet amúgy. De mit? Hát de nem lehet itt felvenni semmit, bro. Mit vegyek föl? Hát itt nincs semmi. Hallod? Hát semmi nincs itt. Basz meg, de! Rohadt életbe! Volt még egy kulcsot a rakva! És ott honnan a francból kellett volna nekem most itt... Honnan kellett volna nekem azt most úgy észrevennem? Az hogy kell... Blablabla. És most ugye felvettem a kulcsot, most már fognak történni események. Majd figyeld meg. Mindjárt rám fog ijeszteni olyat az öreg asszony, hogy a seggemből kettő lesz. Bocsánat a csúnya beszédé, horrorjátékkal játszok. Néhány csúnya szó azért belefér szerintem egy élő adásba. Ha más is csúnyán beszélt, akkor én is. Na, de most már Owen, nézd meg, hogy én miben fogadtam az üzenetben. Jó van, megnézem. De remélem be is tartjátok egyébként, hogyha már valamit fogadtatok. Na. Kérem a kulcsot. Ja. Ja. Add a jumpscare-t, öreg. Szerintem ez baj. Itt van egy szép! Mit keres itt egy szép, bro? Ott egy kazetta. Nem lehet felvenni? Mik ezek itt? Ú, de jó családi, családi légkörben érzem magam. Ennyi volt a zene? Copyrightos, azt nem mehet végig, vagy mi? Nem lehet loopolni? Mit keres itt egy rohadt nagy szép, bro? Azt mondja, hozzá kapcsolódik valami mechanizmushoz, ott megy végig az, akkor az, aha, ez, itt kell valamit akkor csinálni. Special key-re van szükségem. Keresd meg a special key-t! Jó van, mami, felkészültem rá, gyere. Tudom, hogy mindjárt jössz, nem bírod ki. Szeretsz amúgy. Szeretsz szerepelni, nagyi, gyere. Mi a fos ez a hang? Ok! Nagyi! 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 Süssél! Süssél! Érezd jól magad! Én húzok innen. A rohadt életben mi volt ez Nagyi? Pókember az a nagyanyám. Azt kezdte, ezt a címet kellett volna adni amúgy a lánynak. Pókember a nagymama. Pókember Nagyi? Spider-Man? Azt mondja, gyilkos. Az nekem mi közöm, hogy téged fejbe lőttek egy ilyen megkarandal, tesó? Ahhoz nekem mi közöm van? Mi közöm van nekem ehhez? Én csak nem akartam megázni. És erről most én tehetek? Aha, ott a kérdője. Mi ez a Batman Riddle-jel mindenhol? Oké. Okay. Megvan a kulcs. Jöhetsz, mami. Triggereltelek. Gyere, bro. Wow. Azért szépen el vannak mosva a tányérok. Azért szép, szép, szép. Szép azért ez tetszik. A nagyanyám hallod, egy pókember. Na, készen állok. Gyere, jumpscare. Biztos, hogy lesz valami. Nagyi, mondhat... Nagyi, mondhatok valamit? Ha... Működik még az óra, Nagyi. Kezdődik a híradó. Kezdődik a barátok közt, mehetünk nézni. Új! Élet vár, felejts el mindent. Mindent, ami fáj. Szinti boy, alias Zagyva Tibor. Megmutatjuk a világnak. Nagyi!
Nagyi, kezdődik a barátok közt. Közben kinyitom az ajtót, amit nem is tudtam, hogy ki kéne. Hú, nem jó. Nagy jó. Nagyi. Nagyi, itt vagy? Ott a feszítő, most látom, Nagyi. De itt vagy, Nagyi? Ú, basszus. Új. Mi a pöcs ez a hely? Új. Élet vár, felejtse mindent. Oh my god. Ha kijössz valamelyik szekrényből, tesó. Fú, de ide beteg leszek. Oké. Okay. És akkor most ezzel mit csináljak? Need to put something in there. I need to put something. Itt is van ám egy cucc. Az mi? Jó, oké. Okay. Itt mi a helyzet? Minden rendben? Nagyine, yes. Missing part, hallod, egy csomó mindent meg kell csinálni ebben a játékban. Mi a franc van? De most már átnézem, hallod, már megint vannak ezek a rohadt parfümök. Meg légyírtó vagy mi a franc? Hát az kész. Én nagyon imádom ezt a gémet. Új. Élet vár. Az árnyán, ne, de na mindegy, hagyjad, engedd el cset. Na, menjünk már. Most akkor mi van itt? Itt darabig szól ez a nagyon félmet, ezen aztán kus van. Jó, akkor szerintem most fel kell vennem azt. És akkor vissza kell mennem kifeszegetni az ajtókat, ugye? Kinyúl a kádból, nem nyúl ki a kádból. Mi ez? Murder, 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 murder. Jó, nem én lőttelek fejbe még mindig. Trigger? Felvettél valamit? Jumpscare. Horror tematika. Jó, akkor most visszamegyek és kinyomogatom a szemét. Nagyi? Nagyi, kérlek szépen, ne ilyet. Nem tudok most sprintelni, tehát hogy... OH GOD! Mi a bűnös szar? Mi a bűnös szar volt ez, Nagyi? Nagyi, Nagyi, bazd meg. Ahogy kimondtam, azzal a lendülettel tudtam halos sprintelni. Jézus Mária. És most már megint nem tudok. Ennyi voltam. Nagyi. Ez nem vicc. Ez nem vicces, Nagyi. Nagyi? Hú, de szar volt. Nem beszél. Imádom a fa embereket. Fás emberek. Be vagytok fásulva. Új. Ott van a papa sapkája. Új. Élet vár. Itt a kulcs. Vedd már fel. Köszi. Special key. Tökéletes. Anyád. Anyáddal szórakozzál, Nagyi. Nagyon büdös a lábad. Hiába van itt a lakásban, vagy ezer parfüm. Büdös vagy. Érted? Bűzölsz. Bűzölöksz. Olyan büdös vagy, mint... non-copyrightos sound music. Hagyjál már engem békén. A fogad is ronda. Hajad is milyen. Nem hiszem el. Erről van szó. Új. Életve. Mi ez? Vasalni kell? Let's go. Vasalok simán. Oké, megvan még egy kulcs. Tök jók vagyunk. De még volt ajtó, amit ki kell feszíteni, nem? Nem tudom. Felejts el mindent. Mindent, ami fáj. Remélem megint futnom kell majd. Az a kedvenc részem. Ott az M1 garand. Még mindig ott a lehetőség, hogy fejbe lőjem. De nem. Én itt szórakozok. Semmi baj. Gyere. Jumpscare. Most. Furadon beindult a zene, ami jelzi nekem, hogy most gatya lesz. Biztos, hogy szaladni kell. Felkészültetek? De hova? Milyen nyugodtan mászkál a csávó azok után, hogy hallod, itt van egy félig elrohadt, nem tudom milyen asszony. És
milyen nyugodtan mászkál tovább, mintha semmi nem történt volna. Nagyi, nagyon szépen megkérlek arra, hogy tűrtőztesd magad. Oké, Nagyi! Oké, játsszuk le, nagymama! Játsszuk le, Nagyi! Gyere! Gyere, Nagyi! Gyere! Ó, Nagyika! Nagyika, na mi a helyzet? Mi van, Nagyi? 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 Hagyjad! Engedd el, tesó! Nem lehet velük bírni. Ilyenkorban már nem. Ilyenkor már csak a kiló krumpli meg a Fidesz. Semmi más. Ilyenkor már nem lehet velük bírni. Ezt el kell engedni. Ilyenkor már nem tudsz mit tenni, érted? Ez van. Ilyenkor már... Hagyni kell, pihenjenek. Egyenek! A rohadt kurva életbe. Én ezt nem hiszem el, hogy azért ezt még oda tetted te. És akkor most mi van most? Találtam kulcsokat. Az jó. De... Ide kell valami? Vagy hogy van most ez? Aha. Az egyik az ide kell. Ugye? Jó. Anyád! Most ez komoly! Ez most komoly! Ez most kajak! Ez most komoly! Kajakra! Kajakra! Felmegyünk még a padlásra! Komolyan! Kajak! Mi ez az örök áramforgás? Vagy ez az örök áramkör? Egyik hosszabbítóba be van dugva a másik hosszabbítóba? Az örök áramkör? Jó, oké. Kajakra feljöttem most ide, kajak. Kajakra. Komolyan mondod? Kajak. Komcsi. Ez komcsi. Jó van, let's go. Igen, 2,5 évvel később még mindig. Mi van, Nagyi? Mi van, Nagyi? Pontosan. Felkészítem a jumpscare-re, mert úgyse bírod ki. Már megint mi van, Nagyi volt. Még mindig tudok futni, az nem jó. Jó, már nem. Mi ez a darabik követ, aztán nem? Felfogás? Mi van, Nagyi? Mi van, Nagyi? Jó, igen. Hát de még hiányzik egy tesó. Hát de még hiányzik egy tesómsz. Kanyak! Komcsi! Aha, tudom, hogy ott volt az a másik cucc, nem? És ahhoz kell egy special key. Megint szaladnom kell, mert nem tudom, mit csinálok. Kanyak! Komolyan! Komcsi! Na? Special key, tessék! Hallod, még kell egy... Basszus, egyet elhagytam valahol. Na, a tökömet. Na most már megint. Most megint nézelődhetek össze-vissza. De jó, Istenem. Na vajon hol hagytam azt az egyet most? Na most... Itt egy pezsgő, bro. Nem tudom hány éves lehet, de a pezsgő mindig jó. Ezeket is ki lehet húzni, nagyon jó. Húzd ki! Nyisd ki! Jaj, de jó! Jaj, de finom! Jaj, de kellemes!
De most vajon hol hagytam azt az egy special key-t szerintetek? Most megint körbe kell mennem, körbe kell néznem. Remélem a mama addig meg van nyugodva. Nyugodjál meg, mama. Minden meg lesz. Megkapod a szandakános pénztárcát is. Mindent meg fogsz kapni. Na ez itt a probléma, látod? Az a rengeteg gyógyszer. Az a rengeteg gyógyszer. Az itt a legnagyobb probléma. Nagymama, most már álljál le a cuccal, mert... Na. De most tényleg hallod? Miért kell így kicseszni velem? Most ez... Azt én mire megtalálom? De itt a feszítővas volt, szóval szerintem két item egy helyen nem lehet. Na de jó. Pedig azzal meg lenne a másik fogaskerék, azt mindenki boldog lenne. Ott van. Beszarok. Hát tök jó vagyok. Még jó, hogy nem mentem vissza a map. Megint fuss! Mi ez a hajókürt? Hajókürt zene! Meg jumpscare! Eszedbe ne jusson! Jó van, köszönjük a hajókürt zenét. Nagyszerű volt, jól éreztem magam. Találkozunk legközelebb. Köszönjük szépen. Ez az. Minden véres, minden régi módi, minden széjjel van menve. De ez itt, ez, azon kívül, hogy van benne történy, akkor agyon lövöm. Hát nem ezt vártam. Megmondom őszintén. Nem egy zenét vártam, de mehet a muzika, a Muzsik TV, mehet a Diridáré. De egyébként most... De most akkor menjek teljesen vissza? Azt játszam le a muzsit? Hát te normális vagy, belem... Hát ez nem normális. Hát ez miért kell itt így mászkálni? Én ezt nem hiszem el. Belemegy a fizébe. Láttad? Belefolyt a falba. Ez bolond. Ez teljesen... Én már nem értem ezt az öreg embert, komolyan mondom. Ez ennyi volt. Még itt ijesszél meg egy utoljára, légy szíves. Én még szeretném. Vagy kelljen futni. Kelljen már futni tőled. Még egyszer. What? Most ezt nem ide kell lejátszani? Most annak... Mi a pöcs? Én ezt nem értem. Valaki vágja ezt a játékot? Most felvettem egy ilyen zenedob izét. És hol van még egy ilyen? Nem, oda kell. Bro, hát értelemszerűen ott kéne lejátszani, nem? Nem értem. Nem értem ezt a gémet amúgy. De felvettem egy bakelitlemezt. Oké, zsír. Tedd már bele. Hallgassuk meg ezt a muzsikát! Nagymama kedvenc muzsikája! Muzákja! Hát erre erre meg már igazából hiába jövök, mert ez a játék eleje. Nem értem. Jó, akkor megyünk máshol. Most nem mondod, hogy... Nem mondod, hogy a másik lyukba kell az dugni. Mármint most... A játékról beszélek. Tehát, hogy most... Én nem emlékszem, hogy lett volna bárhol ilyen zene, vagy mit tudom én. Ja, hát igazából nem túl nagy a map, szóval úgymond így elveszít, vagy el... De figyelj már, itt nem is izértem ki egy ajtót. Hát tiszta hülye vagyok. Lehet, hogy ide kell jönnöm. Hoppá, Jani! Nem is rossz, Jani! Nem is rossz! Na. De jó! Egy jumpscare-re nyitottam ki az ajtót? Hát elég érdekes ez a szép, hogy azzal nyílik ki konkrétan, hogy üvöltözést kell lejátszani. Na jó, felkészültetek, felveszem, és valószínűleg majd sprintelni kell megint a nagyitól. Készen álltok? Én már alig várom. Én már alig várom, hogy fussak még egyet a nagyitól. Futás, nagyi! Nem lesz nagyi futás? Nem lesz nagyival futás? Itt akarok megint körbe-körbe futkolászni veled, nagyi, léci. Csak még egy futás, nagyi, kérlek, csak még egyet. Fussunk együtt, nagyi, a barátok közt reklámja közben. Léci, nagyi. Szeresd a testem, nagyi. Nagyi? Nagyi, tudom, ismerlek. Nem bírsz a véreddel. Huncut vagy? Tudom, hogy itt vagy.
tudom, hogy szeretsz sprintelgetni velem. Gyere, nagyó. Na, gyere, na, még egyet, nagyi, na. Na, csak egyet. Nem? Itt fog megijeszteni? Nem, nem fog megijeszteni, mert jó fej. Nagyi jó ember. Most mi van? Oh. Oh shit! Oh shit! Nagyó? Nagyi, please! Nagyi, minden rendben lesz. Minden meg fogunk oldani, hidd el. Csak idő kérdése. Minden rendben lesz. Szerintem az Orbán Viktor megnyeri. Meg is kell neki nyerni. Ide lett eltemetve a mami? Jesus! Oh my god! Mik ezek a nyögések? Én nem tudom. Én már úgy vagyok ezzel. Imádom ebben a játékban amúgy a zenét. Tehát a zene az konkrétan... A zene az csak addig tart, egy darabig tart, aztán vége. Aztán megint csönd van. Imádom ezt a játékot. Egy darabig... Hát ez kész. Na, Nagyi? Sprint? Lesz? Futunk? Futunk, Nagyi? Nem is mondtad, hogy ekkora egy bunker van amúgy a kecó alatt, Nagyi. Nem is szóltál. Béke szigete 1. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk. És a béke az nagyon fontos. Fontos a béke. Fontos a nyugalom. Oh yeah, oh yeah. Oh my god, mi ez? Nagyi... Tell me who are you, Nagyi. Ez annyira meg van világítva, mint hogyha itt valamire szükségem lenne, de nincs! Nagy Eszkó, itt vagy? Dick, nem lehet kinyitni. Semmit nem lehet. Semmit, semmit az ég a világon nem lehet. Szerintem jó úton haladok. Szerintem. Én úgy érzem. Azt a mindenit, Nagyi. Ki tudom nyitni, Nagyi? Szükségem van kulcsra. Oh, nem mondod, egy újabb kulcsra van szükségem. Ahelyett már régen hazamehettem volna egy... Nagyi, jól vagy? Nagyi? Nagyi, minden oké? Okay? Nagyi! De Nagyi, miért? Hányszor mondtam neked, Nagyi, hogy ne gyere le pucérlábbal, ne gyere le pucérlábbal, mert felfázol. Tudod, hogy a vesét már nem működik úgy, meg amúgy mi is... Figyelj ide, Nagyi! Irádom annyira gyönyörű, ahogy mosolyogsz. Nagyi, amikor mosolyogsz, 30 évvel fiatalabb vagy. Vagy most ott akarsz engem megijeszteni? Ott vársz engem? Te kis huncut, látlak? Te kis huncutka, jöjjek! Megkereslek! Nagy... Nagyon bolond az asszony. Nagyi! Nagyi! Gyere már! Nagyi, nem játék ám ez. Nem vicces kis játék ez. Nagyi! 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 Nagyi, Nagyi, Nagyi! Itt vagy? Gyere, Nagyika! Nagyi! Nagyi, beszéljük meg a dolgot! Ez szerintem gatya. Jó van, adjál egy csókot az unokádnak. Jó van, belefér. Ez itt nem erre kellett szaladni tőle, mert nem tűnt el. Jó, hol vagyok? Nagyi, köszönöm szépen a puszikát. Hol a picsába vagyok? Ide rakott az elejére. Oh my god! Komolyan mondod, Nagyi? Nagyi! Hát ez kész. Imádom, azt szeretek. Ide is kell egy missing... Nem hiszem el. Ezt már komolyan mondom. Nem hiszem el. A Nagyival nem bír. Nincs bírás a nagymamával. Nincs bírás. Nekem is kellett volna, mint a Nagyimmal csinálni egy videót, csak már mind a kettő halott. Pedig én lettem volna Baluka 2018. De nem, nem leszek az most már. Én most már nem leszek az. Na jó van, most, hogy most már elkaptál, Nagyi, és adtál egy nagy cuppanós puszit, azzal a csodálatos fogsoroddal együtt, akkor most már nyugodtan tudok körbenézni esetleg itt ezen a területen, Nagyi.
Pedig ez is annyira úgy van kialakítva a játékban, mint hogyha azzal nekem foglalkoznom kéne, de nem kell azzal foglalkoznom. Na, Nagyi, megnyugodtál? Ez az, adj nekem zenét, Nagyi, az a kedvencem, amikor zenézel. Open Electronicals. Jó. Rendben. De most már jó lenne, ha találnék is valamit, mert megint az van, hogy csak olvasom, hogy mi hova kell. Ez meg mi? Ez mi? Azaz, igen, Nagyi. Azért neked vannak... Köszönöm szépen, békesziket a 200 forintot. Azért neked van, Nagyi, egy érdekes dolgok vannak itt azért, Nagyi. És nem akartad nekem megmagyarázni, Nagyi? Beatrix, köszönöm szépen az 5 napos tagságot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, Beatrix. Jó van, Nagyi. De most már nyugodjál megfele. Azért ez a szék, ez elég durva volt, Nagyi. Ezt elmondottad volna nyugodtan. De nem mondta el. Sosem mondja el a Nagyi. A Nagyik azok mind sosem mondnak el valamit. Nagyik tele vannak meglepetéssel. Meglepi Nagyi. Ezt nem lehet nyomkodni? Annyira nyomkodhatnék, hogy van. Vagy nem tudom. Nem lehet. Jól van, oké. Na, egy jumpscare-t, mikor visszamegyek? Na, csak egyet. Mondjuk ott vagy véletlenül, te. Amit már eljátszottál a játék alatt 30-szor. Mi lenne a 31-edjére is megijesztenél? Na, jó lesz. Nem számítok már rá. Jaj, a játékok, Istenem. Meg vagyunk? Ezt meg kell húzni? Jó, nem kell meghúzni. Akkor most már tudok valamit használni? Akkor most kinyílt egy ajtó. Ugye? Most kinyílt valahol máshol egy ajtó. De nem ez. Hanem volt az elektronikálos ajtó, ugye? Akkor most azt kell kinyitnom. Köszönöm szépen, Wolf! A TR1-et. Üdvözlünk téged is itt a big csapatban. Big, big, very big csapatban, kedves Wolf. Köszönjük, hogy úgy döntöttél, hogy csatornatag leszel, és most már te is Schlackenstacks vagy. Úgyhogy örülünk. És Renáta Szabó, aki már 5 hónapja Schlackenstacks. Nagyon szépen köszönjük. Mi ez a szó? Ezt én találtam ki. Sliki, meg Slaki. Sliki, Slaki. De nem ide kéne jönni, bro. Az a baj. Ezt még nem tudom kinyitni. Az a piros világító sajtó kell nekem, szerintem azt kinyitottam most. Ez a tippem, de nem vagyok benne biztos. Krisztina, ma köszönöm szépen a 2 hónapot, kedves Krisztina. Mi van, Nagyi? Hát öcsém, láttad? Hallod, lesprinteltem. Nem tudott mit csinálni ellenem a Nagyi? A Nagy Eszkó. Amúgy szerintem amúgy itt körbe tudok menni. De nem lehet kinyitni. Szerintem ez az ajtó oda vezet. Amit mindig zár. Hát, oda néz. Hogy ződ? Mi ez itt egy... Hallod? Gaming setup, Nagyi? Ne szorcsizz velem, Nagyi! Te szerez gépeket, Nagyi! Gamer a nagymamám! Mi van veled, tesó bro? Hallod? Hát micsoda setup van itt, tesó? Itt egy diszk, azt fel kell venni? Nem. Aha, kulcs kell nekem, semmi más. Nagyi, azért szólhattál volna, hogy streamelsz amúgy? Hát ez a setup, tesó? Setup tour, Nagyi! Egy setup tourt kell tolnod. Hát milyen setupod van? Azt a billentyűzetet nézd meg! Ghost of billentyűzet, Nagyi! Ghost of billentyűzettel nyomod. Nyomod, Nagyi. Elképesztő az öreg. Nagyi, te vagy a best. Megint futnom kell majd tőle, majd figyeld meg. Na, figyelj, most már felvettem egy kart. Felvettem egy kulcsot. És még nem volt jumpscare, Nagyi. Kezdek nagyon durván csalódni benned. Pedig én többet vártam. Te is mindig többet vártál. Gyurcsánytól is. Háj! Tényleg, a Gyurcsány azzal triggerálni lehet az öregeket. Gyurcsány! Gyurcsány! Cicicic! Gyurcsány! Nem tudok fütyülni. Nem tanultam meg, nem sok répát ettem. Gyurcsány! Mondom! Jó, ez TikTok rövid live. Vagy a TikTok. Szeretném, hogy ezt valaki ezt felvenné. Anyádat! Nem gondoltam komolyan, Nagyi! Nagyi, nem, soha nem gyújtsál, Fidesz! Ebből a TikTokból nem csinál valaki egy rövid videót. Ennyi. Nem sikerült. De semmi nem történt volna, hallod? Megy tovább az élő. Tehát semmi nem történt, megijesztett, megpuszilt, szeret minket, unokája vagyunk. Ennyi volt. Tessék. Egyszerűen nézd meg, sírok.
Rami, köszönöm szépen a tier 1-et neked is, köszi szépen, hogy itt vagy. De most már annyira jó úton jártam, Nagyi, és most összezavartál engem, Nagyi. Nagyi, teljesen összezavartál. Na mindegy. Hallom, hív a kötelesség. Ennyi, bizony Isten. De merre van már az a... Teljesen eltévedtem, nézd meg most! Teljesen szétestem a nagymamától. Teljesen szétestem a nagymamától. Oda akarok eljutni, a másik oldalra. Teljesen eltévedtem, összezavart engem. Szétestem. Nem baj, meg lesz az. De itt a szék van, nem? Bianca, köszönöm szépen a 9 hónapot. Ja nem, itt nem a szék van. Köszönöm szépen, Bianca. Bianca! Bianca, köszönöm szépen. Elsírok. Pontosan. Ez amúgy a Ráhel. Szoktam mondani, csak már eltanulta szinte mindenki. Már a Jánosi Gergőtől kezdve én is. Ma megint? Azt nem mondta, hogy így van vége, mert összeszarom magam. Én ezt nem hiszem el. Elszórakozz velem, légy szíves, hogy ennek így van vége. Ne szórakozz, de én ezt nem hiszem el. Ennek mi értelme volt? De bro, amúgy az megvan, hogy alapból... De tesó... De... What? Ez az egész annyira klizse, annyira gáz, érted, hogy bemegyek egy lakásba azért, mert nagyon esik az eső. Találkozok egy asszonnyal, aki nem vagy engem békén, megszagoltam a lábujját, rengetegszer adott puszit, és a végén ad még egy puszit, és vége. Oh my god. Jó, nyilván. Köszönöm szépen. Tutyi! Köszönöm szépen a 14 hónapos tagságot, kedves Tutyi. Nyilván ennek a játéknak az volt a lényeg, hogy minél többet ijesztegessen, tehát nem a sztori volt úgymond kiépítve, vagy ki... Tehát nem a sztorira volt a hangsúly helyezve, de ez akkor is, ez önmagában annyira röhelyes, nem? Hogy... Azért nem volt rossz, tehát egy-kétszer megijesztett, és ha engem megijeszt egy játék, az már jó horror játék. Szóval nem rossz, igazából nem a történetre kell koncentrálni, hanem a folytonos jumpscare-ekre kell felkészülni. Nem rossz kis game, nem bántam meg, hogy megvettem, úgyhogy ja, jó volt. Úgyhogy ha tudok hasonló horror játékokat nekem ajánlani, mindenképpen tegyétek meg az e-mail címemen, vagy esetleg itt a kommentben, ennek a live-nak a komment szekciójában, ha visszanézitek. És hát akkor ennyi lenne. Találkozunk nem sokára legközelebb, srácok, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra, és hamarosan jövök az élőadásokkal és videókkal, és várom az ajánlásokat. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm az új csatornatagságoknak a csatornatagságot, gyertek fel Discordra, minél többen csatornatagok kifejezetten jöjjenek fel a Discord szerverre, hogy megkaphassák a rangokat, és találkozunk akkor még egyszer legközelebb, úgyhogy, hát, sziasztok!